Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt ez a kulcs jelenti az ő magabiztonságát. Ezzel a kulccsal le lehet zárni valamit, egy időben ki lehet nyitni valamit. És így előre mennek a dolgok, ő mozgásba jön. De ez a lovas férfi, lehet egy férfi az ő környezetében, egy barát vagy egy kolléga, az lehet, hogy lezárja ezt a kapcsolatot. Az is lehet, hogy ezzel a férfivel ő tervez valamit, vagy lehet egy kereskedelmi kapcsolat, vagy lesz egy utazás, hiszen ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy új ajtót, ezek a lehetőségek, a mozgás az lehet az ő mozgása is, akkor egyedül van, egyedül tervez valamit, vagy közeledik hozzád nyitottsággal, ezt is jelenthetik a kártyák, de néha ez a lovas férfi egy személyre utal, egy férfire, akivel ő közösen tervez valamit. Esetleg azt is jelenthetik a kártyák, hogy ő lezár egy kapcsolatot, például nem akar találkozni a barátjával, és egy időben nyitott veled szemben, és közeledik hozzád. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt látható a szerencse, tehát jól érzi magát tulajdonképpen, és a ház az jelenteti az alapokat, hogy biztos a dolgában, vagy a ház jelenteti az otthonát, hogy ott van a szerencse, jól érzi magát otthon. A ház jelentheti a családi kapcsolatokat is, és itt is van egy szerencsés fordulat. Vagy előfordulhat az is, hogy költözködni akar, keres magának egy ingatlant, és szerencséje lesz, itt előre mennek a dolgok, lesznek változások, itt van a kulcs a házhoz, vagy a lakáshoz, tehát sikerülni fog. Ez az otthon lehet egy közös otthon tervezése is. És mit fog tenni? A nap kisüt, kiderül az igazság, nyíltan beszél veled, felvállal téged a nyilvánosságon, hiszen a park az jelenti a nyilvánosságot. Vagy azt is jelenthetik a kártyák, hogy ő nem mondja azt, hogy látni akar téged, de hogy figyeli, hogy hol jelensz meg a nyilvánosságon, és akkor lát ott téged, és úgy tesz, minthogyha ez a találkozás véletlen lenne. De jelentheti a nyitottságot, és azt is, hogy mennyire fontos számára, hogy megjelenjetek a nyilvánosságon. És mi köt össze benneteket? Itt van a csevegés, a vidámság, és lesznek beszélgetések. Nem biztos, hogy komoly dolgokról, de ez olyan kellemes, és élvezitek az időt együtt, így például a nyilvánosságon. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!